Vazarelli Fesztivál néven indult új kétnapos programsorozat Pécsen. A megnyitó ünnepséget a színház téren tartották. A Pécsi Nemzeti Színház, a Pécsi Balett, a Janus Pannonius Múzeum és a város közös szervezésében hagyományteremtő szándékkal hívták életre az eseményt. Ezt a fesztivált, ennek a megszervezését az Nemzeti Kulturális Alap tette lehetővé. Ők írtak egy pályázatot egy összművészeti kétnapos fesztiválra. Úgyhogy ennek a pályázatok a segítségével tudtuk megvalósítani, én nagyon bízom benne, hogy jövőre is lesz erre lehetőség, és valóban hagyományteremtő lesz, és jövőre már második Vazarelli Fesztiválnak hívhatjuk. Én nagyon örülök neki, hogy ez létrejöhetett, vágyam volt, hogy a színház ne csak színházi előadásokkal szolgáljon a pécsi publikumnak és a környékbeli színházba járóknak, a művészetek iránt érdeklődő embereknek, hanem valóban összművészeti kínálattal is tudjunk előrukkolni néha-néha. Ez ennek most az egyik első állomása. Egy együttműködés keretében a Moholy Nagy Művészeti Egyetem is részt vett a fesztiválon egy különleges kiállítással. A Vazarelli 50. évfordulójára lett az az ötlet, hogy megünnepeljük ezt az eseményt, és a Kárpáti Kata kereste meg az egyetemünket, hogy dolgozunk együtt. És többször lejöttünk, és ők is följöttek előadást tartani, és meglátogattuk a pécsi Vazarelli Múzeumot és egyéb múzeumokat is, hogy valami eszenciát tudjunk átérezni abból a szellemiségből, amit az alkotó akkor létrehozott, és máig tart, és próbáljuk ezt tovább görgetni. És volt egy olyan B feladat is, hogy egyfajta emléktárgyat, vagy dísztárgyat találjunk ki Vazarelli szellemiségét idézve, amit utána akár a workshopokban is tudnak tovább adni, akár mint emléktár tudja képviselni a Vazarellinek a munkásságát is. Kicsit erre volt ennek a fél évnek a feladata ráhangolódva. Ezt a János vitt egyébként az üvegszakon, és az itt látható tárgyak egy-egy olyan prototípus, ami esetleg inspirációként vagy ilyen ötletként hat. Még igazán nem végleges verzió, csak egy olyan gondolatébresztő, ami szerintünk működhetne később, és ezzel az együttműködés akár egy ilyen folyamatos jövőbeli munka lehetne a Vazarelli Alapítványon keresztül. A tárlaton látható alkotások nemrég készültek el, ezeket a MOME hallgatói tervezték. Üvegből láthattak különböző tárgyakat az érdeklődők, melyek az op-art stílust képviselik. Természetesen mi végigkövettük, mint oktatók az összes lépést, és tudtuk az összes folyamatot, azt, hogy a hallgatók hogyan gondolkoznak az első rajztól kezdve a befejezésig. Amit a Péter mondott, hogy ezek többnyire prototípusok, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy arra is szánjuk őket, hogy ezekből akár kisebb sorozatok is legyenek. Eleve is úgy is készült, hogy a hallgató saját maga, vagy adott esetben megvan ez a prototípus, és akkor azt ki lehet adni. Az egyetemben nekik nyilván a következő fél évben más feladatuk lesz. Erre van jó, pont színházi példa is van erre, a színikritikusok díja, amit szintén a MOME-n csináltunk, és az ugyanebben a formában él tovább. Na most a tárgyakról, az üveg az nagyon érdekes, és hát Pécshez tényleg nagyon sok kötődése van. Amit a Péter mondott az elején, a 90-es évektől itt, és a kortárs üvegművészet, nem csak a hagyományos, hanem a kortárs üvegművészet is, Kertészfi Ágnes, Jegeny és János, Bicsár Vender munkásság, és annak egy generációs lépcsőjében, vagy nemzedékváltásában mi is szereplünk, és most már egy kicsit a mi felelősségünk, hogy ezt műveljük és tovább vigyük. Az üveg az egy nagyon absztrakt anyag, tehát a nagyon tiszta gondolatokat, a tisztasága révén a nagyon egynemű és jól kódolható üzeneteket lehet benne megfogalmazni, és azok vehetők vissza, illetve amit a Vazarelli is képviselt, nála is volt plexi üveg, meg egy-két igazi üvegtárgy is, hogy az optikai részét, a különböző hálókat, a különböző vonalakat, a vonalaknak a mienségét, színét, vastagságát, ritmusát, azt az üveg ez nagyon jól át tudja adni. Úgyhogy ebben tudtak a hallgatók előrelépni, ez azt jelenti, hogy van az üvegnek egy formája, ugye arra rá tud kerülni egy csiszolat, az egy optikai részt ad, utána rá tud kerülni egy grafikai elem, egy grafikai háló, ami megint tudja gazdagítani, és itt akár gyűjtési módozatokat is el lehet képzelni, hogy sorozatokat hozunk létre, és gyűjthető tárgyakat, tehát ez is szemlélet lenne, és akkor volt nekünk egy D-tárgy kategória, volt egy olyan múzeumi shop tárgy, tehát az üzletbe egy picike tárgy. Itt is láttunk ilyet is a Pesti Vazarelli Múzeumban is.
látunk ilyeneket, amik nagyon-nagyon ikletettek és tényleg szépek, csak kevés volt az anyagszerűség. Általában 2D-ben különböző kiadványok, katalógusok, de egészen használati tárgyakig, a sálaktól a nem tudom én naptárig. De az, ami egy picit közvetlenül műtárgy jellegű, azt próbáltuk mi felvállalni. Utolsó mondat, és úgy, ami igazán fontos, hogy 21. századi legyen, illetve az, hogy egy-egy hallgató jegyzi. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy vazelei kópiát csinálunk, hanem pont arról van szó, hogy látjuk azt, hogy egy hallgató, illetve ez a kor hogy tud belehelyezkedni abba a hát kultúrtörténetbe, vagy abba a művelődéstörténetbe, ami a modernség volt, amit a Vasarely ugye képviselt, és nagyon magas professzionális szinten tudta a világba hírnévként vinni, amit a hazánkban tudott teljesíteni. Az ENSZ döntésének értelmében 2022 egyébként az üveg nemzetközi éve, ezért is kapott nagy szerepet ez az anyag. A fesztivál ideje alatt továbbá Vasarely dédunokája mutatta be az Emlékiratok című könyvet, de opár tematikájú divatbemutatón, fényfestésen, workshopokon is részt vehettek a látogatók.